Erdélybe utazva azt láttam, hogy egy település végig a fő utcája rózsákkal volt teleültetve. Abban a szerencsés helyzetben van a településünk, hogy Szankon idős Füstös Lajos után fia Füstös Lajos rózsakertészettel foglalkozik. Nagyon sok rózsát kaptunk az elmúlt időszakban tőlük, és kapunk a héten is. Bizonyára láthatják a háttérben és a takarékszövetkezet előtti parkban, hogy teleültettük már a parkot rózsákkal, és az a szándékunk, hogy a település összes terét, a település fő utcáját szeretnénk rózsákkal betelepíteni. Nagyon szép látvány, amikor egyszerre nyílnak a rózsák, és az sem mindegy, hogy évente kell ültetni egy nyári növényeket, vagy olyan virágjaink vannak, amelyek minden évben itt vannak, és csak öntöznünk, locsolnunk kell. Hálásan köszönjük a családnak, Füstös Lajosnak és családjának azt a lehetőséget, hogy mi az önkormányzat ezekből a rózsákból nagyon nagy mennyiségben kaphatunk, és nyilván a lakosság is. Mi ezt örömmel felhasználjuk és szépítjük a települést. Erre a település szépítésre szeretnék meghívni minden Szankon élő lakost pénteken délelőtt 8 órától 12 óráig, hogy a település többi parkját és utcáit, főutcáját, a parkokat teleültessük rózsákkal, és minél szebbé tegyük a községünket.